estét kívánok! Köszöntöm a Bajai Kultúra nézőit! Egy zenés est, egy iskolai produkció és egy kiállítás szerepelnek a mai magazinunkban. Nézzük mindezeket képekben! Szücsinger, egy költő és egy zenész estje a közös rajongásaik mentén. Körforgás táncban, életben a táncvilágnapján. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola hétvégi produkciójáról beszélgetünk a stúdióban a táncoktatókkal. A ciszterciek letelepítése Magyarországon Éber Sándor és ifjabb Éber Sándor művészetén keresztül címmel nyílt kiállítás Baján a Rendház épületében. Ez a mai ajánlatunk, tartsanak velünk! Szórakoztató élményben lehetett részük azoknak, akik április végén ellátogattak a Nagy István képtárba. A Múzeum Barátok Köre alapítványnak köszönhetően ugyanis ismét egy híres páros tartott előadói estet. A Szücsinger produkció Szücs Krisztián a 20 évig fennálló Heaven Street 7 frontembere és Szálinger Balázs József Attila Díjas költő közös sorozata Petőfi, a Beatles és a Kabaré mentén. Az ismert világ végén megállunk, nézd csak, mi nálunk fordul a bodza. A zenész-költő páros 17 évvel ezelőtt találkozott először. A Rejátszás című műsorban kezdték el a közös munkát, ahol együtt készítettek új dalokat, dolgoztak át régieket és zenésítettek meg verseket. Azóta nagy intenzitással dolgoznak, gondolkoznak együtt. Április 21-én közös irodalmi estjükkel megtöltötték a Nagy István képtárat. Mi nagyon régen, már 18 éve is merjük egymást. Egy olyan helyen dolgoztam, ahol a Szigethunál, ahol a kollégám Krisztián együttesének a basszusgitárosa volt. És akkor sokszor ebédeltünk együtt. Kiderült, hogy közel lakunk egymáshoz, Pesten belül. Kiderült, hogy hasonló vidékről származunk, Zalából, bár Krisztián anyai ágról bajai egyébként. Meg hogy az érdeklődésünk is nagyon hasonló. És pár évvel ezelőtt a Rájátszás nevű produkció összeterelt minket egy párra. És hát lényegében azóta folyik ez a dolog. A két művészt baráti és nem csak szakmai szálak fűzik össze. Ennek is köszönhető, hogy az előadások menete sokszor spontán módon formálódik, hiszen jól ismerik egymást, tudnak reflektálni a másikra. Mindig megvan az előző még leírva, kinyomtatva, és akkor azt átírogatjuk az előadás előtti percekben. Úgy hirdetitek ezt az estet, hogy a közös rajongásaitok mentén közösen szerepeltek. Melyek ezek? Mesélj nekem kicsit ezekről. Beatles együttes mindenképp, Petőfi Sándor, a magyar kabaré, a múlt század elejé, 100 évvel ezelőtti magyar kabaré például, és mindig kiderülnek újak is. És milyen formában dolgozzátok ezeket fel? Hát nagyon szerteágazó, sok minden fajta dolog van, például, hogy megzenésít tőlem verset, vagy én írok új szöveget egy létező Heaven Street 7 számra, tehát ugye együttesének a dalaira. Aztán vannak világslágerek, amik kaptak magyar szöveget. Voltak korábban jelenetek, amiket előadtunk. Úgyhogy mindenféle, és soha nem lehet tudni, hogy mi lesz a következő műsor, ami elkészül. Járjátok az egész országot ezzel a produkcióval. Mik a visszajelzések? Tapsolnak az emberek. Azt neki tudja, hogy mi van mögötte. De emellett is rengeteg dologgal foglalkozol, ugye több műnemben, műfajban is tevékenykedsz. Melyik áll a legközelebb a szívedhez? Hát a vers. Egyértelmű. És emellett miken dolgozol még most jelenleg a versírás mellett? Hát van egy folyóirat, a Hévíz irodalmi folyóirat, ahol szerkesztő vagyok. Aztán most egy Deák Ferenc drámán dolgozom éppen. És mit lehet erről tudni még? Hát, hogy dolgozom rajta, és sokat szenvedek. Sokat kell olvasni. De azért akkor szereted ezt a műfajt is? Mindenképpen, persze. Jó. Hogyan készültetek a mai estére? Spirituálisan, vagy technikailag? Technikailag úgy, hogy felöltöztünk, beültünk az autóba, és eljöttünk. Spirituálisan meg, hát nem tudom, tegnap pont a Hévíz folyóiratnak volt bemutatója. Nem mondom, hogy nagyon másnapos voltam, de azért elég fáradt voltam reggel. Nem hiszem, hogy nagyon készültünk, de
De nem hiszem, hogy ebből bárki érezni fog bármit. Nem, mik a terveitek a jövőben, még akár a Szücsingerrel, hogy folytatni szeretnétek akár másik területen? Folyamatosan hízik ez a műsor. Tehát most már tényleg 2 órát simán meg tudnánk tölteni. De akkor nyilván azt senki nem tudná elviselni. Azt csak mi élveznénk ketten. Szerintem előbb-utóbb tényleg kell egy lemez, amivel ezek a meglévő anyagok kifutnak, és akkor lehet újakon dolgozni. De más nagyobb tervünk, tehát konkrétan lemezről élesben még nem beszélgettünk, de nagyon érezzük, hogy kezd túlérni ez a program. Már nem is hibázunk. Ez nagyon kellemetlen így mondani, de lényegében észre se vesztük, és egyszer csak vége van az esnek, és végigmentünk 1,5 órán úgy, hogy csúszik, mint a kés a vajba, és szerintem, amikor van egy pici izgatottság, hogy benne van, hogy ez most új, ez most nem tudom, az hasznos lesz, hogyha majd megint lesz olyan. Az esten elhangzott Szűcs Krisztián verse a 99%, és Szálinger Balázs is megmutatta a zenei érzékét. Az est résztvevői átírt slágereket és új szerzeményeket egyaránt hallhattak. Lassan szerintem 20 éve ismerjük egymást, és hát már nagyon régóta ugye Balázs mint költő, író, én meg mint zenész, tehát így engem mindig is érdekelt az irodalom, meg amit ő csinál, az is, ő meg nagyon szerette a zenét, sőt, még rock újságíró is volt annak idején. Úgyhogy meg közös rajongásaink voltak ilyen témában, úgyhogy inkább az volt a furcsa hosszú időn keresztül, hogy nem csináltunk ilyesmit, tehát egy ilyen 15 éven keresztül, és a rájátszás produkcióban történt meg az végül is, hogy így összelettünk hozva. Tehát ez egy ilyen nagyon egyszerű ötlet, ami nekünk nem jutott eszünkbe előtte, és akkor a rájátszás keretein belül sokáig mi párba voltunk, mert ott ugye egy párba voltak a költők meg a zenészek. Aztán a Balázs végül is kiszállt a rájátszásból, és azóta pedig egy ilyen közös kis mini műsorunk van, ami némileg hasonlít a rájátszásra, de azért annál sokkal több minden belefér szerintem, mint abban a nagyobb produkcióban, úgyhogy borzasztóan spontán tud lenni, vagy nem. Mivel készültetek mára, milyen a repertoár, hogyan állítjátok össze? Hát annyira eklektikus a dolog, hogy igazából ezt így nehéz lenne megmondani. Hát így érzésre, amit éppen gondolunk, vagy hogyha van egy új verse a Balázsnak, vagy nekem van egy új dalom, akkor azokra fókuszálunk, illetve mindenféle agymenések. Bármi lehet. Mi a véleményed egyébként Balázs művészetéről? Őrítő. Hát én nagyon, nagyon szerettem a verseit, és hát mi most igazából én már középiskolás koromban sem szerettem drámát olvasni, de most kénytelen leszek már elolvasni a Köztársaságot. Hát nehéz lenne ezt így összefoglalni, hogy mit gondolok róla, meg hogyan, de mondjuk abból a szempontból, hogy vers megzenésítési szempontból egyébként nagyon, hogy úgy mondjam, alám dolgozik, tehát néha olyan, mintha dalszövegeket írna, olyanok a versek, tehát így ritmikailag, meg prozódiailag nagyon, nagyon patentek a dolgok. Meg hát most az új kötetében vannak olyan versek, amik borzasztó nagy kihívás megzenésíteni, tehát főleg témájában például az, amiben ilyen földrajzi mérési nevek felsorolása van, az mondjuk érdekes lenne megzett. De hát rengeteg kihívás elé állít egyébként a Balázs, meg én is őt. Milyen helyszíneken szoktatok felépni a mai például? Megfelelő lesz ennek az estnek a számára? Nagyon szeretjük az ilyen olyan, hát nyilvánvaló, hogy ez mégsem egy rock and roll koncert, bár kicsit az, de tehát az ilyen helyek, ami például ez a múzeum is, hogy tehát bár, tehát 8-tól 88 éves korig bárki számára érdekes lehet, kultúrkörnyezet, ugyanakkor mégsem kell vigyázban ülni.
Az estet a Múzeum Barátok Köre Alapítvány szervezte, akik igyekeznek olyan modern előadásokat elhozni Bajára, amelyek a fiatalabb közönséget is megszólítják, mondta az egyik kuratóriumi tag. Az első rendezvényt is Posgai Imre, szintén kuratóriumi tag ajánlotta, az volt ugye a High Comeback, és utána ez így magától jött. Imre szervezi, mi bízunk benne. Igazából a kuratóriumnak van egy olyan ötlete, elképzelése, irányvonala, hogy megpróbálunk valami kortársat, valami modernet közelebb hozni az emberekhez, mind a múzeumot, mind az irodalmat, mind a zenét, és erre mi úgy gondoljuk, hogy egy kortárs író, kortárs zeneszerző, kortárs költő valamilyen kombinációban való szerepeltetése a színpadon, az erre egy megoldást jelenthet, és mint mondtam, Imre ennek a házigazdája, hogy így mondjam, a rendezvénynek, az ő ötletein alapul, és most ebbe az irányba mentünk el éppen, de természetesen van a kuratóriumnak más ötlete, elképzelése, hogy még mi az, amit meg fogunk próbálni. Most már nem is, hogy úgy mondjam, a nyári szünet előtt, inkább nyári szünet után valami kicsit mást ismét. Mit kell tudni a mai fellépőkről? Honnan lehetnek ők ismerősek? Igazából nekem ők abszolút zsákba macska. Én csak úgy egy-egy verset láttam tőlük, meg egy-egy megzenésítést. Engem igazából tényleg a kíváncsiság hozott ide, amit a plakáton láttam, meg amit Imre is beharangozott, hogy fogják Petőfi Sándort a Beatles-szel összefésülni, de erre mondom azt, hogy nekem ez egy jó próba, hogy így mondjam. Nekem fontos, hogy mint kortárs költőt halljak, hogy ő mit gondol, hogy gondolja. Én azt is fontosnak tartom, hogy kicsit el kell szakadnunk a mély érzelmeket, a mély társadalmi mondani valókat megfogalmazó hatalmas drámától. Hát legyünk őszinték, itt egy Shakespeare király dráma, hát fejre állna az egész rendszer. Meg igazából a mai magyar társadalom nem erre kíváncsi. Nagyon szép, nagyon jó, csak nem erre kíváncsi. És ez, ami helyette van, ez inkább egy könnyed szórakozás. Egy nehéz hét, vagy kevésbé nehéz hét után egy könnyed pénteki levezetés, ami így feltöltődés lesz a hétvégére. Az előző két alkalommal a High Comebacken és a Grecsó Kolláron is telt ház volt. Mik a visszajelzések? Pozitívak, nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, amiket én hallottam. Különösen a High Comebackről, amikor Juhát Beck Zolit, azt ő egy külön fogalom volt, hogy így mondjam, őt rengetegen ismerték a 30Y-on keresztül. Ott inkább Hály János volt a sötét ló, akire, hogy hú, hát ő milyen lehet. Én egyetemi éveimből Pécsről ismertem mind a kettőjüket, szóval nekem ők nem tudtak komoly meglepetést okozni. Azt mondták, hogy hát az az utolsó szám, amit ott fölvállaltak, az egy kicsit olyan határeset volt, de abban a közegben és abban a felállásban elment, és mindenki végül is jól érezte magát, de nagyon-nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, mind a 3. Béla Gimnázium magyar tanárai részéről, mind a főiskolai oktatók részéről. Én, mint levéltáros a főiskolán, élem az életemet, igaz, hogy nem a főiskola alkalmazottjaként, de ott is többen mondták, hogy igen, hogy ez egy jó rendezvény volt, hogy csak így tovább ezt érdemes folytatni, és a pozitív visszajelzések hozták el utána a Grecsó Kollárt is, és hát most a Szűcsingert is. Akkor a céljukat elérték, ezzel becsalogatták úgymond ezt a fiatalabb korosztályt is, akinek úgymond szüksége van arra, hogy egy kis kultúrát is magába szívjon. Igen. Úgy mondom, hogy a becsalogatás megvolt, most az lenne a következő feladat, és amire azt mondom, hogy lehet, hogy kicsit nehezebb itt kéne őket tartani valahogy. Nem örökké, nem várhatjuk el, hogy folyamatosan múzeumban járjanak, meg hogy mindent megnézzenek, de hogy mutassunk nekik valami mást, valami újat és valami extrát, és erre most szerintem ez a Szűcsinger ez tökéletesen jó lesz, hogy őszre mit találunk ki, arra is ötletek vannak, de arra az még egy külön történet, hogy arra, hogy tudunk időpontot egyeztetni, anyagiakat egyeztetni, stb. Nagyon sok mindennek össze kell játszani, hogy ez menjen is és működjön is.
Az alapítvány a nagy érdeklődésre való tekintettel a jövőben is tervez hasonló rendezvényeket. Az előadás sikert aratott, a művészeket hatalmas tapsal jutalmazták az est végén. 15 Celsius, Tíz település 700 tanulója 4 művészeti ágon tanul a Danubia Alapfokú Művészeti Iskolában. A munkájuk gyümölcsét egy közös produkcióban láthatják az érdeklődők április 29-én, szombaton este 7 órától a Városi Színház teremben. Erről a rendezvényről beszélgetünk Kis Zoltán néptáncpedagógussal, az előadás rendezőjével és Orbán Ferencnével a Társas Táncosok képviseletében. Köszönjük, hogy bejöttetek hozzánk ide a stúdióba. Ja, köszönjük szépen a meghívást. Szeretettel köszöntjük mi is a Bajai TV. Néző. A táncművészeti tagozatok tanárai és tanulói fogtak össze, és közösen készülnek a Tánc Világnapjára, ami április 29-e. Sikerült úgy rendezni a dolgokat, hogy pont azon a napon, tehát a Tánc Világnapján tudjátok ezt megtartani. Mivel készülnek a néptáncosok erre a rendezvényre? Igen, nagy szerencse volt, hogy így pont szombatra esett ez a nap, és így össze tudtuk hozni ezt az időpontot az előadással, a táncosokkal, mindenkivel. Hát a néptáncosok, hát elsősorban néptánccal készülnek. Ezen belül szatmári, kalotaszegi, mezőségi, boncidai táncanyagokkal, plusz gyerekjátékokkal, vicces toborzóval, tehát nagyon sok színű lesz az előadás anyaga. A néptáncosok nyilván tudják, hogy most miről beszélsz. Aki esetleg nincs olyan közel a néptánchoz, azoknak mondjuk el, hogy Nagy Magyarország területéről, Kis Magyarország területéről, tehát mondtad, hogy Boncidai, Szatmári, igen, picit részletezzük ezt. Hát, ha úgy nézzük, akkor ugye Boncida, mezőség, illetve Kalotaszeg az Erdélyben található, ugye ott Kolozsvár környékén lehet ezeket a településeket megtalálni, illetve tájegységeket. Szatmár, ugye ez a Szatmár megyében található, ezen kívül gyermekjátékokat hoztunk, és ugrós táncokat Rába közből, Mezőföldről, ugye ez a Dunántúlon található. Mondjuk úgy, hogy olyanokkal készültök, amik alapnak számítanak, vagy valami különlegességet is mutattok? Elsősorban olyan táncanyagokat építettünk bele a koreográfiákba, amik már meglévőek, amiket már tudunk. Amit a gyerekek is tudnak, hogy ne kelljen nekik új anyagot tanítani ilyen rövid idő alatt az előadásig, és ezeket építettük bele a koreográfiákba. Mivel készülnek a társas táncosok? A társas táncosok természetes módon a standard és a latin-amerikai táncok közül válogatnak. Ahogy itt a néptáncosok elmondták, hogy Kis, illetve Nagy Magyarország területéről, mi elmondhatjuk, hogy az egész világból szemezgetünk, hiszen a társas táncok, mind a standard, mind a latin táncok a világ széles részéről származnak. Szerepelni fog a mi koreográfiaink közül jive, lesz csacsacsa, lesz tangó, lesz paso doble, lesz bécsi keringő, és lesz olyan koreográfiánk, amiben csak hölgyek táncolnak, ez lesz egy lányformáció, valamint lesznek páros táncaink, és úgy próbáljuk a párokat egymás mellé állítani, hogy egy egész kis koreográfia szülessen belőlük. Itt a bevezetőben azt mondtam, hogy 700 diák tanul ebben az intézményben, természetesen nem fognak 700-an a színpadra állni. Tehát hány éveseket láthatunk, hányadikosokat láthatunk, hány diákot láthatunk majd a színpadon? A színpadon, ahogy a Danubia Művészeti Iskolában 6 évesektől, óvodásoktól egészen felnőttekig táncolnak, tanulnak különböző művészeti ágokat, a társas táncot, néptáncot és zenét is, ugyanígy próbálunk egy széles spektrumot megmutatni a közönségnek, és az óvodásoktól egészen a felnőttekig, mind a társas táncosok, mind a néptáncosok közül szerepelni fognak ebben a műsorban. És jól tudom, hogy 5 telephelyről érkeznek ezek a diákok. Igen, 5 településről, 5 telephelyről áll össze a föllépő társaság. Bajáról, Nagybaracskáról, Bácsbokodról, Szeremléről, szóval tényleg elég vegyes lesz az összetétele a föllépő brigádnak. Petővári László igazgatórat is vártuk ide a stúdióba, de közben jött neki valami, az ő szavait szeretném most tolmácsolni.
Ami ezt a kezdeményezést rendkívül izgalmassá teszi, az a különböző műfajok keveredése, összeolvasztása. Ezt így fogalmazták meg az oktatók. Hajlítottunk mindent, amit csak lehetett, zenét, táncot, ruhát és koreográfiát. Ezt a kísérletet szeretnék most bemutatni a közönségnek, mindazoknak, akik szeretik a népzenét, a könnyű zenét, a néptáncot és a társas táncot. És ez az est a körforgás címet kapta. Ezt egy picit magyarázzuk meg akkor, hogy miért is a körforgás lett a címe. Tehát egymás után láthatjuk ezeket, vagy összeolvadva láthatjuk ezeket a különböző stílusokat. Sokat gondolkodtunk a címen, hogy mi is legyen, és nagyon jó gondolat lett az, hogy a tánc nem szerepel benne, és mégis a táncról fog szólni. Amikor felolvastad azokat a gondolatokat, hogy mindent hajlítottunk, akkor arra törekedtünk, hogy olyan műsort szerkesszünk, amiben nem egy néptáncos produkció, aztán egy társas táncos produkció, és így egymás követik függönybe függönykig, hanem próbáltuk egy ívre felfűzni, és ebben az ív felfűzéséről a mondatokat átadnám a Zoltánnak, hiszen neki voltak ehhez jó gondolatai, amitől még igazán sokat jár az eszünk, hogy is lehetne ezt frankpásan, mind zenében, mind mozgásanyagban megjeleníteni. Maga az előadásnak a vezérfonala az élet, és a tánc helye az életben. Pesovár Ernőnek volt egy tanulmánya arról, hogy miként nevelődik bele egy gyermek a táncba, és a tánc tanulásnak milyen fázisai vannak. És nagyjából ezt szeretnénk megjeleníteni ebben az előadásban, hogy a gyermekkortól, amikor még csak dúdolnak neki gyermekdalokat, utána elkezdenek játszani együtt, ahogy elkezdik utánozni a nagyobbakat táncban, ahogy egyre fejlődik a tánctudásuk, és ez így szépen korosztályokra lebontva egyre megyünk fölfelé az időben, és tovább az időben, és ezt a gondolatmenetet próbáljuk az előadásban úgy megjeleníteni, hogy mind a néptánc, mind pedig a társastánc megfelelő arányban szerepeljen a műsor alatt. Most hogy képzeljük el a közös próbákat, hogy külön a néptáncosok gyakoroltak egy helyiségbe, külön a társastáncosok, aztán megnéztétek, hogy mit csinál a másik, vagy együtt próbáltatok esetleg, hogy ilyen szinten keverednek a műfajok, hogy egy produkción belül, tehát mondjuk úgy, hogy fúziós számok, produkciók is lesznek? Erre a műsorra készülvén már februárban összeültünk műhely munka során, és mind a néptáncos, mind a társastáncos tanárok beszélgettünk, hogy is lehetne ezt megoldani. És eljutottunk oda, hogy mindenki a saját koreográfiái közül válogat, amiket biztosnak talál, és utána ezt minden, most ott tartunk a próba folyamatban, hogy mindenki ezt próbálja kigyakorolni, de mivel több néptáncos és több társastáncos szerepel ebben, ezért először most az a feladat, hogy a több néptáncsoport összeüljön, vagy összeüljön egy közös próbára, és ugyanígy a társastáncosok is. Ahogy hallom, a néptáncosok pénteken fognak egy ilyen nagy éjszakában nyúló próbát tartani, mi társastáncosok pedig szombaton fogjuk a saját elemeinket összekapcsolni, és igaziból ez jövő héten, pénteken fog sor kerülni arra a próba folyamatra, amikor a néptáncosok, társastáncosok együtt leszünk, már akkor a Városi Színházteremben, és ott is úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy próba lesz, és ezt az egészet még nehezíti, hogy nem a megszokott, otthon hallató gépi zenére fogunk táncolni, hanem megalakult a Danubia Band, ami azt jelenti, hogy a Danubiában tanító népzenészek és szalonzenész tanárok is összeültek, alakítottak egy új zenekart. Mikor? Konkrétan erre a produkcióra alakult? Konkrétan erre a produkcióra, mert ha belegondolunk, az megszokott, hogy a néptáncsoportoknak a fellépéseit egy népi zenekar kíséri. Azért a társastáncosoknál ez nem megszokott, és ez igen nagy feladat mind a zenészek, mind pedig a társastáncosok részéről, hogy most nem a megszokott gépzenére fogunk táncolni, hanem az összeállt zenekarnak a muzsikájára, ami természetesen nem pontosan az a hangzásvilág, amit mi megszoktunk, és azért ez nagyon sok feladatot ad nekünk is, és a zenészeknek is, és reménykedünk, hogy amikor azok a közös próbák lesznek, amikor a zenekar is ott lesz, akkor pontosan azt a dallamvilágot halljuk, ugyanabban a ritmusokban, ugyanabban a visszatérő gondolatokban, hogy az elkészült koreográfia biztosan passzoljon hozzá. Mi a cél a zenekarral kapcsolatban? Feloszlik, miután lement ez a produkció, vagy pedig továbbra is működni fog?
Erről hát, mit tudhatunk? Erről pontos információnk nincsen, reméljük megmarad ez a zenekar, ugyanis a zenekarnak a magját ugye a Danubia Művészeti Iskolában tanító zenetanárok alkotják, szóval szerintem a közeljövőben biztosan láthatunk még tőlük hasonló összeállásokat, formációt. És biztos érdekes lesz mindenki számára, amikor ez a zenekar játszik csacsacsát, dzsájvot, tangót. Talán a bécsi keringő annyira nem idegen, de nekünk van egy olyan koreográfiánk, amiben csak lányok táncolnak Frank Sinatrának a New York New York című koreográfiájára, amire nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy is lesz ez majd az élőben. Akkor mondjuk el még egyszer az időpontot, április 29-e, szombaton este 7 óra és Városi Színház terem. Sok sikert kívánunk a megvalósításhoz, és köszönjük, hogy eljöttetek. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük a meghívást még egyszer. Köszönjük szépen a meghívást, és reméljük, hogy sok mindenkivel fogunk találkozni, és egy olyan műsort sikerül összeállítani, amivel mindenki elégedett lesz. A ciszterciek letelepítése Magyarországon Éber Sándor és ifjabb Éber Sándor művészetén keresztül címmel nyílt kiállítás a városban. A tárlatot a ciszterci rend magyarországi letelepítésének 875. évfordulója és a Bajai Rendház 1992-es visszajutatásának 25. évfordulója alkalmában rendezték meg a rendház kápolnájában. Idősebb és ifjabb Éber Sándor munkái kaptak helyet a Bajai Ciszterci Rendház kápolnájában. Mindketten a Ciszterci Rend 3. Béla gimnáziumában, illetve a tanítóképzőben oktattak, neveltek évtizedeken keresztül. Idősebb Éber Sándor egyik legjelentősebb műve a rend gimnáziumának dísztermébe 1933-ban készült freskója, amely az Zirci apátság alapítását örökíti meg. Az alkotó a monumentális falkép festészet művésze volt, hangzott el a megnyitón. Élete során 22 templom és intézmény falát díszítette freskóival, szekkóival. Ifjabb Éber Sándor bár a pasztel művésze volt, édesapja műhelyében megtanulta a monumentális falképfestészet szabályait, és a ciszter kápolnát díszítette alkotásaival. Ezeknek a műveknek a vázlatai tekinthetők meg, és különböző kordokumentumok ebben a kiállításban. Ezen kívül a gimnázium tanárairól, a ciszter papokról készült karikatúrákat is láthatják az érdeklődők. A ciszterciek hosszú ideje részesei a város életének, mondta a megnyitón az alpolgármester. Ha meg tudjuk tartani a ciszterci rend által behozott értékeket, akkor az nagyon jó, az előre visz. Ez oktatás, nevelés elképzelhetetlen volt nélkülük. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy érdem, hogy sikerült felújítani a rendházat, hogy a rendház falai között most kiállítás nyílik, hogy a bajaiak birtokukba vehették. A rendhálás a bajai közösségnek azért a szeretetért, amit az elődeik megtapasztalhattak, ezért hálás szívvel érkezett, mondta dékány Árpád Szixtusz. Némi büszkeséggel is érkeztem, mert örülök annak, hogy az egykori rendház nem csak hogy visszakerült 25 esztendővel ezelőtt az apátság kezelésébe, hanem fel tudtuk újítani, és olyan funkciót tudtunk ide telepíteni, amely a város közösségét, az ide látogató érdeklődőket, turistákat, vallási turizmus iránt fogékonyakat is, hogy így mondjam, megajándékozza. A tárlatra is kíváncsi volt, hiszen az egész Éber család a rendhez kötődik, osztotta meg gondolatait az Zirci apát. Nagyon izgalmas és érdekes látni Éber családból Éber Sándornak az alkotásait, idősebbnek, fiatalabbnak egyaránt, hiszen hát ő mégiscsak a tanári kar tagja volt a 3. Béla gimnázium, mégiscsak valami módon egy kicsit a rendhez kötődik az egész család, ugye Éber Alán rendtársunk, a rend tagja is volt az Éber családból, és hát ilyen formán érdekelt az, hogy mégis micsoda művészeti lehetőség és érték volt akkoriban az itt élő ciszterciek és az iskola számára.
és hát örömmel láttam azt, hogy valóban megkapó szép alkotásokat, lelkiséggel telt alkotásokat vehet szemügyre a látogató, illetőleg hát érdekesek a karikatúrák is, amelyek nem gúnyosak, hanem valóban azt az iróniát tükrözik, amelyben ott a szeretet a háttérben. Ja, sokszor a karikatúrák manapság inkább a gúny eszközeként funkcionálnak. Az igazi karikatúra, a művészi karikatúra viszont karakteres emberi vonásokat domborít ki, illetőleg valamilyen módon a személyiséget tükrözi, akiről készült a karikatúra. A mostani rendezvény méltó felavatása volt a megújult rendház épületének. A felújítás 2014-ben kezdődött és 15 nyarán fejeződött be állami és uniós támogatásból. Az épület elsősorban vallásturisztikai célokat szolgál, és ezért ennek megfelelően lett felújítva. Összesen 70 fő férőhelyünk van, amire nagy szeretettel várjuk a kedves vendégeket, akik néhány napra vagy hosszabb időre szeretnének Baján megpihenni. Ezen kívül van két nagyobb közösségi terünk, az egyik, ahol ezt a kiállítást most berendeztük, a másik egy kisebb kiállítóterem, ahol egy zirci jellegű kiállítás, zirc központú kiállítás, egy állandó kiállításunk van. Van egy mellettünk egy bajai termünk, szintén egy állandó kiállítással, és ez a kápolna tér, ez pedig ilyen ideiglenes kiállításoknak szeretnénk, hogyha innentől rendszeresen helyet adna. A kiállítás június közepéig látogatható a Tóth Kálmán téri rendház kápolnájában. Most nézzük, milyen kulturális programok közül válogathatunk a következő napokban. Az Ezer Felhő Országa, a Smaragd-sziget. A Csodálatos Világ programsorozatban Horváth Katica mesél az utazási élményeiről a Borbás Mihály bemutatóteremben április 27-én este 6 órától. Szintén 27-én este 6 órától Szőke Noémi szakszofon koncertjére várják az érdeklődőket a turisztikai központba. Az esten közreműködik még Széchenyi Hilda és Kozma Dávid. Munkácsi Mihály Krisztus trilógiájának Golgota című művéről 28-án este 6 órakor tart előadást dr. Eisinger János irodalomtörténész a Bácskai Kultúrpalotában. 28-án este 7 órakor a Bak című monodrámát nézhetik meg az érdeklődők a Flórián utcai Tabulárd Szobaszínházban. Angyali Sugalla címmel Kövi Szabolcsat koncertet az Érsek Csanádi Művelődési Házban 29-én este 6 órakor. Az Úrhatnám szolgáló. A Rotary Klub hagyományos jótékonysági rendezvénye 29-én este 6 órakor kezdődik a Bácskai Kultúrpalotában. 29-én és 30-án este 7 órától mutatja be a Bajai Fiatalok Színháza a Pillanatok című egyfelvonásos zenés játékot az Árpád téri művészetek gödrében. A Spirál Filmklub keretében május 2-án a Malom és Kereszt című 2011-ben készült svéd-lengyel filmet nézhetik meg az érdeklődők este 7 órától a Bácskai Kultúrpalotában. Önök a Bajai Kultúra áprilisi utolsó adását látták. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak. Ezt a műsorunkat visszanézhetik a tévénk honlapján és a YouTube csatornán is. Friss összeállítása pedig legközelebb, egy hét múlva, kedden este a szokásos időpontban jelentkezünk. További szép estét kívánok, a viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorvezetőt öltöztette a Trendformíró üzlet.